És akkor egyszerűen azt hallottam, hogy először egy koppanás, innen a szomszéd állt ki, az ilyen hűtőgépszerelő, egy új kis autója van, ilyen kis furgonja, és koppan. És akkor gyorsan elmenek, utána hallom még egyszer koppan, akkor ott van egy kő, márunk a másik kis autó mögött, és akkor utána jön visszafele, tele, izéva, bejön, és innen elüvölt, mint az állat, és elkezdte dobálni. Egy kő ott van benne a klímában, a sarkában. Szétment az ajtó, beszakadt a tető, fölkapta a virágot, innen a térkövet. Még jó, hogy ezek az új ablakok vannak különben. Fárom, lehet, hogy eltalálta volna, ha beszakad. És te minden ok nélkül, életemben nem beszéltem vele. Azt sem tudom, hogy higgyek, most hallottam, hogy valami nagy. Aha, és az utcában volt már többször is ilyen hasonló? Ó, hát ő döntötte bele a szobrot is a bányatóba. És a kérkező rendőröket is megtámadta? Igen, mert amikor hívták, hogy adja meg magát, engedje be őket, akkor kést elővette a kést, azt akkor főkapott egy követ, és beszakította a szélvédőit az egyik rendőr autónak. Csak meglátta, hogy a rendőr főszólított, elővette a pisztolyát, és akkor bement, bezárkózott a házba, és a többszöri rendőri meg kommandós felszólításra se nyitottak, és akkor úgy kellett betörni a hátsó, alig hanem a hátsó ajtót. Hát a főjelentik, akkor nem. Ne vicceljen, kés fogott a rendőrre. Tehát ott megáll a hívszem elleni kísérlet. Hívszem elleni erőszak kísérlete. Az már kemény dolog. Köszönöm.